Augusztus végén már szabad volt a forgalom Nyíregyházán, a Szent István utcán. A város egyik legforgalmasabb egyirányú szakaszán hónapokig dolgoztak, az aszfalt új burkolatot kapott, szélesebbé vált, és a Nádor utca csomópontjában található minikörforgalmat is átépítették. Ennek a projektnek a keretében újult meg a Szarvas utca is, amelyen már szintén zavartalanul halad a forgalom néhány hete. A két szakasz korszerűsítését 582 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósították meg. Itt most több nagyon fontos nagyforgalmú utat tudtunk felújítani. Ennek a projektnek a része a Szarvas és a Szent István utca. Tipikus, a többire is jellemző, hogy 100%-os támogatást nyertünk. Ez a két utca 582 millió forintba került. De itt nem csak a burkolatfelújításokról van szó. Ugye mindig mondják a nyíregyháziak, hogy a kocsit összetörje, a tengelyt, milyenek az utak. Hát mindig, ami a föld alatt van, az is nagyon fontos. Tehát itt például a két úton 1100 méter hosszan került sor a burkolat felújítása, de 1400 méter csapadékvíz felújítás is történt. Két buszöblöt is építettek a Szarvas utcán, továbbá szabványosították a parkolókat, a gyalogosok biztonságos átkelését pedig új, kamerarendszerrel működő okoszebra segíti a jövőben. Az elkészült beruházásokon kívül a város több pontján folynak még munkálatok. Jó ütemben halad többek között a Luther utca felújítása, de a Derkovics utca korszerűsítése is rövidesen befejeződik. Ha egy ilyen beruházás ennyi szempontnak kell, hogy megfeleljen, az egyrészt azt jelenti, hogy komplex, másrészt az, hogy több embert kell bevonni. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek, aki ezeken a beruházásokon dolgozott. Én azt gondolom, megvan az eredménye, ezt a nyíregyháziak, az erre közlekedők fogják élvezni, de hát itt nem állunk meg, mert ugye most is folyamatban van a debreceni Luther utca, a Hunyadi út, a Kiskörút, amivel gyakorlatilag a Nagykörúton belül minden nagyforgalmi utat felújítunk, de a Kollégium utca Nyírszőlőben, a Terkovics utca a Kertvárosban, szintén nagyon forgalmas utak. A polgármester hozzátette, november 15-éig az említett helyszíneken befejeződnek az útfelújítási munkálatok.